Nagyszombatban már jól vizsgázott. Március 6-án pedig Dunaszerdahelyen is megnyílik a Nagyszombat megyei önkormányzat kezdeményezésére indított nagykapacitású oltóközpont, mégpedig a vidékfejlesztési szakközépiskola tornatermében. Gőzerővel zajlanak a központban az előkészületi munkálatok. Az első alkalommal csak szombaton oltanak, majd ezt 2 napra bővítik. Reggel 8-tól este 6 óráig tervezzük ezt az oltást beadni azoknak, akik megfelelőképpen regisztrálnak. Nem az a cél, hogy most a hatalmas tömeget hívjunk ide, hanem inkább az, hogy folyamatosan menjen az oltás. Úgy 1500 emberig szeretnénk beoltani szombaton az ide érkezőket. Lehet, hogy ez valamivel kevesebb lesz. Továbbra is érvényes, hogy a tömegközlekedésben dolgozó sofőrök számára nyitott a dolog, az élelmiszer üzletekben dolgozó eladók számára is nyitott a dolog, a taxisok számára. Amennyiben az Egészségügyi Minisztérium portálján kevesebben regisztrálnak az oltás beadatására, mint ahány vakcina rendelkezésre áll, újabb csoportok számára nyitják meg a regisztrációt. Az oltás koordinálásában segítséget nyújtanak az egészségügyi középiskola tanárai és diákjai, valamint nagy szükség van ambuláns orvosokra. A mostani szombatra már elég szakmai kapacitás áll rendelkezésre, de szükség lesz az orvosok, főleg az ambuláns orvosok segítségére, hiszen minden hétvégén szeretnénk adni a vakcinázásnak a lehetőségét, illetve nem csak szombaton, hanem vasárnap is, tehát 2 nap zajlana az oltás, és ehhez sok orvos fog kelleni, és hosszú ideig. Nagyon szeretnénk a július végéig az egész megyét beoltani. A regisztrált személyek a regisztrációban szereplő időpontban kapják meg a védőoltást, ezért mindenkit arra kérnek, hogy az időpontja előtt maximum 5-10 perccel korábban érkezzen. Március első hétvégéjén az AstraZeneca vakcinájával oltják azokat a 18 és 55 év közötti személyeket, akik előtt megnyitják az oltás lehetőségét. Az oltásra a képernyőn látható honlapon lehet regisztrálni.